Na, Hali papi, mami. Hát nem örülök egyáltalán, lehet mondani. Azt is lehet mondani, hogy egyik szemem sír a másik nevet. Most már, de hát ugye a videónak a címéből már kiderülhetett nyilván, hogy most miről lesz ugye megint szó. Fú, iszonyatosan felidegesített pár napja ez a dolog megint, és akkor úgy voltam vele, hogy most nem fogom rögtön levlogolni, mert megint ilyen indulatos vagyok, meg hát igazán nem is csak azért, hogy indulatos vagyok, mert ezzel nem is lett volna baj, hanem az, hogy ugye ráhozza az ember a parát. Na most elmesélem, hogy ugye miről is van szó. Hát lopták már a videómat, tehát nem az első eset, és már kezdi fárasztó lenni, hogy hogy lett ilyen paraszt, ilyen rohadék valaki tényleg, aki így semmilyen önálló dolgot nem tud felmutatni, és mégis pénzt tud csinálni ebből, ráadásul feltölti a videódat, és ugye ő megteheti, hogy iszonyat nagy nézettséget csinál belőle, ami téged illetne meg, ugye, és hogy ezt a nézettségről beszélünk, igenis fontos, hiszen ha valamiért megdolgoztál, csinálsz egy videót, tök mindegy, hogy arról beszélsz benne, hogy nem tudom, világbéke, vagy pont az ellenkezője, de az eljut valamilyen úton, módon teljesen máshova, nagyon kreatív dolgot csinálsz, és ott az ő érdemeként jut el 6-700 ezer emberhez, az azért baromi idegesítő tud lenni. Tehát ezt egyáltalán nem szeretné az ember. Ugye más tollával ékeskedni, ugye van ez a mondás is. Hát borzasztó, hogy ez az emberek milyenek, szóval ugye nekem ellopták már az egyik videómat, itt a Facebookról volt szó, ugye ez megint csak ugyanarról a videóról beszélünk, szerintem ide, majd belinkelem itt a megjelenik majd valahogy, meg lehet nézni, hogy melyikről van szó, a legtöbbet ellopott videóm, ugye ez egy stop motion animációs, ilyen animáció, ami ilyen stop motion technikával készül, kockáról kockára készíti el az ember. És ugye, hát ezt egyszer már ellopták nekem, ezt a videómat, ugye Facebookon 4 milliós megtekintése, brutális. Tehát nem csak az, hogy az embert mennyi pénztől vonja meg, hanem ez az érdem, ez a szám, az eljut a tehetséged, és az, hogy szóval ez iszonyatosan károsítja az embert, rettenet. Szóval ezek már nagyon nagy számok, ez már nem ilyen vicces számok itt a 10, meg 20, meg 200, meg 1000. A 4 millió azért az már 4 millió. Ugye most van a valódi nézettsége az ilyen, hát nem is tudom, mert nem az a legnézettebb videóm most már, de olyan 1 millió 700 ezer körül, lassan a 2 milliót ugye üti meg a csatornán ennek a nézettsége. És hát ugye a Facebookon meg semmit nem tudtam tenni, tehát nem lehetett jelenteni azt az oldalt, nem lehetett, tehát lófasz se szarnak rád, hogy ellopták a videódat, ugye, és olyan szemét dolog, hogy a Facebookra fölrakják ráadásul, és levágják az elejét, a végét, tehát levágja az intródat, levágja a végét a videónak, és hogy igazából neki ebből semmilyen plusz nem lesz az, hogy esetleg ő a te videódon ott hagyta volna, vagy reklámozott volna téged ingyen, tehát undorító. Na és ugye, hát nem is tudtam azzal semmit csinálni, így bele is törődik az ember, meg leszarja. És ugye az a gond ezzel a videóval, hogy ez a videó, amikor ezt elkészítettem, akkor ugye a fene se gondolta, hogy ennek ilyen siker lesz egyszer. Csak ez olyan, mint hogy az ember így legyárt valamit, amit csak úgy gondolsz egyet, csinálsz valami kis marhaságot, ami mondjuk egy ilyen stop motion, csinálsz egy animációt, egy rajzfilmet, vagy bármilyen dolgot, és egyszer csak így rákapnak az emberek, és azt veszed észre, hogy ilyen baromi nagy nézettsége lesz ennek a videónak. És ugye akkor nem számoltál ezzel, hiszen semmi nem így indul, hogy hú, szerintem ezt majd megnézik, vagy 2 millióan. Én ezt, amikor föltettem, ez az első ilyen stop motion videóm volt, nem is az első, bocsánat, a harmadik volt, amit készítettem ezzel a technikával, és hát ugye nem raktam rá vízjelet, semmit, tehát most már nagyon nehéz ezeket megtámadni. És hát most az volt, hogy jelentette nekem az egyik srác, aki a Podifilmre van feliratkozva, illetve hát a Facebookon követ engem, úgyhogy Benedek néven van ez a srác, akit így be is szerettem volna mondani, legalább így nem szó szerint, nem, vagy teljes név szerint nem fogom persze említeni őt, mert ő sem szeretné, meg senki.
De ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönöm neki még egyszer. Tehát iszonyatosan nagy segítség ilyenkor, mikor valaki rád ír, hogy ő látta a videódat, és tudja, hogy tied, és ellopták. Ugye anélkül nem biztos, hogy hamar, vagyis hogy ilyen hamar mondjuk hozzám eljutott volna, hogy megint ellopták ezt a videót. Na most megint belinkelt, megint a Breakfastról van szó, tehát megint ugyanarról a videóról, ezt lopkodják a legtöbben tőlem. És hát belinkelt egy koreai oldalra, ahol 4000 valahány száz feliratkozó van körülbelül, oda lett ez feltöltve, ez a videó megint, és 600 ezer valamennyinél tart a megtekintés, és november valamikor rakták föl, nem olyan régen. Ez megint iszonyatosan felbaszott persze, és most volt az első, hogy na jó, akkor nekiállok, és akkor írok a YouTube-nak, és akkor feljelentem ezt a csatornát, és hogy ellopták. Hát az a procedúra, amin végig kell menni, nem tudom, hogy csináltatok-e már ilyet. Szóval mindent be kell írni oda, a valós lakcímedet, a nevedet, és jó, most mondhatja valaki, hogy jó, hát nem nagy szám kitöltött, de nem is ez a gond, mert végigcsinálja az ember, ugye linkelned kell az eredetit, meg kell mondani, hogy milyen néven vagy, a felhasználó neved, valódi neved, az eredeti videót, mikor, te milyen ki vagy te ennek a videónak a tulajdonosa, vagy csak a ki vagy, aki följelenti, bla 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 bla, és csinálod a sok szart, mert van egy ilyen rohadék, aki így ilyen tényleg semmihez nem ért, csak ahhoz ért, hogy lopjon. És hát itt azért elég jelentősen meg tudja károsítani az embert. Ugye mennyivel jobb lenne, mennyivel jobb lett volna ez a nézettség, az az én csatornámon van, ahol a kommenteket én kapom, nem ő, hogy esetleg ez jó vagy szar, tök mindegy, a feliratkozókat én kapom meg, tehát az egész. Na most jelentettem ugye ezt a videót, megírtam a feljelentést, stb. Stb. És hát a legvége az egy borzalmas dolog, amit alá kell írnod digitálisan is, és be kell klikkelned, hogy elfogadod. Az pedig az, hogyha ők nem tartják jogosnak a te követelésedet bármilyen szinten, akkor a csatornádat azonnal törlik. Hát most, amikor azért ezt az ember így elolvassa, akkor azért meghűl benne a vér, hogy mi az, hogy ha ők nem. Tehát most, ha feljelentem, ugye, és mondjuk a fickó ezt megtámadja, és azt mondja, hogy mi egy korai haver, korából ő a legjobb haverom, és esetleg a végén még én jövök ki szarul, hogy a végén még bazd meg az egész csatornámat, az eddigi szinte életemet, azt a 9 évet, azt így kidobják a kukába, egy ilyen gyökér miatt. Na hát ez, úgy nyomtam rá, hogy 5-10-szer meggondoltam, hogy én nem tudom, hogy most ez kell nekem, meg hogy mi lesz ennek a vége, és hát abban reménykedtem csak, hogy a YouTube az igazságot szolgáltat, illetve hát reménykedtem, hogy az igazságszolgáltatás azért egy YouTube-on nem olyan, mint mondjuk Magyarországon, tételezzük fel, ahol még a betörő jelent föl téged, mert elgáncsoltad, és sorolhatnám ezt a rengeteg dolgot. Tehát nálunk biztos vagyok benne egy ilyen fejlentésén, és a végén még te jönnél ki szarul. Ugye egy Firával beszéltünk is rögtön, mert neki volt egy ilyen audiós, ilyen digitális lopása, és levédették ráadásul az ő zenéjét, és a Fira jött volna még ki szarul belőle, mint hogyha azért a srác lett volna, hiába volt nála előbb feltöltve. Szóval ez, és akkor ez egy vicc, tehát ezért ez egy vicc, basszus, komolyan. És azért itt szétbassza az embert az ideg, hogy a saját kreativitásod, a saját munkádat így ellopja valaki, szóval ez nevetséges. Na hát el is küldtem az e-mailt, és hát megmondom nektek őszintén, hogy így egész nap így tök ilyen idegbe voltam. Azért, mert egyfolytában járt az eszem, nézegettem az e-mailt folyamatosan, hogy mikor fogok kapni. Ez most, mikor tegnap éjszaka írtam meg az e-mailt szerintem. Igen, már mitől összefolynak itt a napok, tegnap éjszaka. És egész nap ugye be voltam szarva, hogy most kapom az e-mailt esetleg, hogy hát mi nem találtuk ezt jogosnak, úgyhogy értem ezt a koncepciót, és nyilván ez azért van ez a nagyon szigorú dolog, hogy én ne tudjak csak úgy hasraütve bejelenteni bárkit, hogy azt mondom, hogy hú, de utálom ezt a köcsögöt, és akkor bejelentem, hogy szerintem lopta a videót, nem tudom honnan, és akkor hogy ugye valahogy meg kell akadályozni azt, hogy
valóban össze-vissza keresztbe kasul föl jelentgessék egymást az emberek, mert ugye milyen jó poén lenne, hogy töröltetni egymás csatornáját, nyilván, és hát cserébe a tiédet törlik, ha hülye vagy, de hát azért ebben benne van az a rizikófaktor, úgy mondjam, hogy mi van, ha téved a YouTube, vagy ez egy rendszeren fut át, nem pedig 200 000 kínai ember nézegeti ott, vagy mondjuk, ja, vagy koreai pont, aki ellopta a videómat. Azért loptál egyébként koreai, mert Koreában kezdett el, ugye, aki nem tudná híres lenni, az én csatorna híres lenni, hát ez hol van ugye abba a nézőközönség, meg abba a létszámban, ahányan ott vannak, ez soknak nem számít nyilván, de hogy ott kezdett el elterjedni ezek a stop motion videók, és akkor később már a feliratkozók miatt koreaiul is beírtam a címbe az ő tiszteletükre, úgymond, mert egy ilyen koreai tévéműsorba került bele valahogy ez az én stop motion, és utána így iratkoztak, jöttek ezek a koreai, meg mit tudom, ilyen Thaiföld, meg mindenféle ilyen nemzetiségek. És hát nem is ez a lényeg, ugye, hanem hát, hogy megírtam ugye ezt a dolgot, és mondom, egész nap tiszta idegbeteg voltam az egész miatt, és hát hál' Istennek most nyitottam az e-mailt, és már most benne volt, hogy köszönjük szépen Podifilm, és hogy jogosnak találtuk, és el is távolítottuk azonnal a videót, úgyhogy hú, hál' Istennek, úgyhogy így nagyon jól jöttem ki belőle, na most, hogyha rámegyek a linkre, ahol eddig volt, akkor rögtön megjelenik már ott, hogy ezt a videót a Podifilm szerzői jogi követelése miatt eltávolítottuk, és így kész. És így valamilyen szinten még remélem jól is jövök ki, és valami olyat is írtak a leírásban, amit ki kellett tölteni, hogy valamilyen úton, módon ez a csatornámnak a portfóliójába bekerül az, hogy én egy ilyet kezdeményeztem már ilyen eredtentő példaként, tehát hogy én leszedettem ezeket, hogy nem jó itt az emberrel idézőjelbe újat húzni, valami ilyesmi akart lenni, vagy valahogy ez bekerül, hogy én ezt a videót már így leszedettem egyszer, vagy valami ilyesmi. Nem tudom hol, még nem is néztem át, hogy ezt hol lehetne látni, de hát jól tudom, olyan Turi Tamás csinált pár ilyen dolgot, ő profi volt ebben, hogy ő leszedette ugye az ilyen jogvédett dolgait, hogy máshova is felpakolták a szerintem az ilyen informatikával kapcsolatos videóit, vagy nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, csak tőle hallottam, hogy ő csinált már ilyet, de aztán mondom, most nem mirok rá, hogy fárasszam szegény, biztos van más dolga is, mert még őre gondoltam, tőle hallottam egyedül, hogy ő sikerrel is járt ez ügyben, hogy tényleg le tudott szedetni videót, tehát nagyon nagy parám volt, úgyhogy hát örülök is, meg nem is örülök, úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek, hogy ugye sikerült ezt megoldani. Hát és baromira nem örülök, hogy megint ugyanott vagyok, hogy megint elloptak egy videómat. Szóval undorítóak az emberek, szóval én nem értem ezeket az ilyen, tényleg ilyen anti embereket, akik így ilyen semmilyen önálló gondolatuk nincsen, meg semmi, tehát hogy nulla, hogy szeretnének egy YouTube csatornát, és azzal próbálnak itt pénzt csinálni, meg nézettséget, hogy lopják a videókat, ez röhely. Mert az megint más dolog, ugye, mit tudom én, a Babics Mihályos verset, amikor elreppeltem, azt is már körülbelül a hárman, meg egyik nap beírtam, mert ugye az nagyon elkezdett menni fölfelé, illetve a YouTube csinált egy lejátszás listát, amiben bekerült ez, hát ez is egy baromi nagy dolog volt egyébként, de mit tudom én, ilyen Majka, meg Punami Massi, meg ilyenek közé betette oda. Nem is értem, hogy. Iszonyatosan megörültem, kurva jó érzés volt. És ugye, hát egy csomó, meg is néztem, egy csomó, ahol már feltöltötték ezt a videót. Egy csomó, amit tudom, hogy három helyen már láttam, újra töltve ezt a videót. Az egy dolog, hogy engem meg se kérdeztek, hogy esetleg, ha leszedem, akkor az gáz-e. De minden esetben ott volt a hivatkozás, a link, és hogy azért töltöttem föl, mert ez a kedvenc videósomtól, ez egy rap szám, és hogy az eredeti link itt van, és az ilyeneket még így megbocsátja az ember, mert nyilván nem lesz ott akkora se nézettsége, meg az eredeti forrás meg van jelölve, és meg is indokolta. Tehát még erre azt mondom, hogy bár megmondom ösztön, hogy ennek se örülök rohadtul, mert az ember azért ráírhatnának, hogy figyelj, leszettem, mert nagyon tetszik,
nem gond, de ha felhasználom, vagy volt is egy srác, aki mondta, hogy ő például ebben videóklippet álmodott meg erre, amit nem tudom, hogy azóta nem is készült el, de hogy ő is írt például nekem, és akkor az tök jó volt, hogy ő nem csak úgy megfogta, hanem írt és megkérdezett, és akkor beszéltünk, szerintem még talán találkoztam is vele valahol, ilyen PlayIT-n, vagy valahol oda jött. De hát ennek a történetnek ez a vége, hál' Istennek ez jól sikerült, de hát mondom, ez a tortúra, meg hogy ilyenekkel kell foglalkozni az embernek, ezek így, mert hogy vannak ilyen szemétláda, ilyen haszonélvező, ilyen vérszívók, tényleg nem tudom minek nevezni őket. Hát ez tök lehangoló, komolyan. Úgyhogy ennyi. Ha valakinek lenne esetleg ilyen, akkor az nyugodtan írjon nekem, mert mondom, most már nagyjából úgy képbe lettem ezzel kapcsolatosan. És hát hál' Istennek mondom, jól sült el, úgyhogy fújok egyet. Na.